Még nem választott iskolát gyermekének? Nézzen minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék iskoláit. Idén 60 éves a Budaörsi Éj és Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképzőiskola. Gratulálok Benne Tünde igazgatónőnek, bár ebből a 60 évből csak az utolsó néhány évben vezeti ön az intézményt, de ha jól tudom, akkor itt is tanított korábban. Igen, 99 óta itt dolgozom, ez az első munkahelyem. Mi a titka az IES-nek? Miben foglalná össze az intézmény eszenciáját? Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy az eredményesség mellett a jó közösség. Ez, ami így a két legfontosabb értéke talán az iskolának. Ehhez jó tanerők kellenek, jó pedagógiai programok kellenek, jó infrastruktúra, adottságok. Mindez együtt van, volt, vagy kellett ezen dolgozni? Szóval milyen szempontok alapján lehet valaki mondjuk IES-es tanár? IES-es tanár egyértelműen egy magas minőséget képviselő kolléga lehet szerintem, hiszen a mi célunk az az, hogy a legjobb érettségi eredményeket érjék el ezek a diákok, és arra fel kell őket tudni készíteni. Hogyan lehet tudni, hogy valaki kiváló képesség? Tehát mondjuk valaki végez egy tanárképző intézménybe, egyetemen, nem tanított még semmit, lehet, hogy szuper tehetséges, lehet, hogy nem. Arra próbálok utalni, hogy önökhöz már máshol kipróbált, sikeres tanárok kerülnek inkább, vagy pedig egy kicsit a utánpótlás képzésben is tevékenykednek. Tevékenykedünk az utánpótlás képzésben is. Most idén mondjuk 4 egyetemista végzi éppen nálunk a nagy gyakorlatát, és ebből 3 volt IES-es diák, aki nálunk érettségizett. Tehát egyrészt belőlük is lehet később majd olyan kolléga, akivel együtt dolgozunk. Másrészt pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sokan gondolják azt, hogy szeretnének az IES-ben tanítani. A híre miatt ebből adódóan van arra lehetőség, hogy amennyire csak lehet a leggyakorlottabb, a minőségi oktatást leginkább képviselő kollégát tudjuk választani. Ebben az intézményben mire helyezik a fő hangsúlyt? A készségek, képességek fejlesztésére, vagy pedig egyfajta tárgyi tudás, lexikális tudás elsajátítására? Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos annak érdekében, hogy a irántunk megfogalmazott elvárásoknak megfeleljünk. Tehát egyrészt az alsóbb évfolyamokon a kompetencia fejlesztés, nyilvánvalóan a célkitűzés. A 11.-12. évfolyamon viszont már ugye nagyon dominánssá tud válni a érettségén minél magasabb pontszám elérését lehetővé tevő felkészítés. Úgyhogy ott már könnyen lehet, hogy a lexikális tudás túlsúlyba kerülhet esetleg a kompetenciafejlesztés mellett. Említettem az infrastruktúrát, erről mi mondható el az IES esetében? Ugye hiába vannak remek tanerők, tehetséges diákok, ha nincs egy jó kémia labor, akkor nem ugyanolyan hatékony az oktatás, mint ahol megvan. Ez az épület egyébként 1989-ben épült, többször bővítették, és az akkori kor elvárásának nyilvánvalóan magasan eleget tudott tenni azzal, hogy például szorával is rendelkezik az intézmény. Azóta a folyamatos felújítás, megújítás a cél. Nagyon sok esetben alapítványi forrásból történnek ezek a beruházások. A kezdetektől sikeres intézményiskola volt, középiskola volt az IES, vagy pedig azért így fel kellett ezt építeni? Sok évtized vezetett oda, hogy a megyei utolsó előtti helyezéssel rendelkező gimnáziumból az ország élvonalába kerülhessen az iskola. Ebben nagyon komoly szerepet játszott az, hogy az országban először itt vezették be a 0. évfolyamos nyelvi előkészítős képzést, mintegy 10 évvel korábban, mint ahogy az ország más részén, meg az, hogy 1994-ben megjelent a képzési struktúránkban a 6 évfolyamos képzés. Ez népszerű lett azóta? Mert egyesek még mindig ebben a 8+4-ben gondolkoznak. Mind a két képzési forma nagyon népszerű, igen.
Mi mondhat tőle a létszám alakulásáról? Nyilván nem a mai létszámra tervezték az intézményt. Eredetileg 320 főre tervezték ezt a 89-ben megépített épületet, és most több mint 640-en vagyunk. És ezzel kimaxolják a férőhelyeket? Abszolút kimaxoljuk, így van, mondhatni. Tehát üres tantermek nemigen vannak a tantervi hálóban, illetve az órarendi hálóban. Ez az egyik, a másik a közösségi tereink bizonyulnak egyre szűkösebbnek, tehát az aula, vagy éppen mondjuk az ebédlő. Milyen korszakhatárokat tudna említeni? Melyek azok az események, amikre a legbüszkébb az IJ-s közösség? Szerintem kiemelkedő fontosságú volt, tehát a nulladikos képzés bevezetése, utána a 6 év folyamos. Azt gondolom, hogy az is eléggé kiemeli a többi iskola közül az iskolánkat, hogy a közgazdaságtan oktatásának nagyon-nagyon komoly hagyományai vannak, és nagyon szép eredménnyel érettségiznek ma is például gazdasági ismeretekből a diákjaink. Mi az, ami változtatna, vagy mi az, amit ön vezetne be, vagy már vezetett is be, ami akár hagyománya is válhat a későbbiekben? Ami most az elmúlt egy-két évnek az újdonsága, hogy elkezdtünk egy olyan projektet megvalósítani, ami a diákságnak az önismereti tanulását, fejlesztését segíti elő, és a tudatosabb pályaválasztást biztosítjuk ezáltal reményeink szerint a diákaink számára. Hogyan tudják, ha egyáltalán tudják magukat a napi politikától, az aktuál politikától távol tartani? Mert az ország számos intézményében oktatásügy, pedagógus tüntetés, sztrájkok, megbélyegzés, pedagógusok elbocsátása, konfliktus a tankerületi központokkal és országos jelenségről beszélek. Mennyire érinti az IJ-st, mennyire tudja ez alól kivonni magát, ha egyáltalán ez fontos? Nyilvánvalóan a közéletben bekövetkező változások minket is érintik. Intenek. Ettől függetlenül megpróbáljuk megvalósítani, hogy ez egy szeretetteljes, minőséget képviselő sziget legyen ez az iskola, ameddig csak lehet. Mennyire sikerült méltóképpen megünnepelni ezt a 6 évtizedes fennállást? Az október 25-i öregdiák találkozóval egybekötve 800 volt diákunk kereste fel az Alma Matert. Nagyon-nagyon jó sikerült, nagyon sok közös, színes programunk volt. Azt gondoljuk, hogy ez volt tulajdonképpen a csúcsa ennek a 60. évfordulónak. Ugyanakkor egy-két olyan újdonság azért jelen lesz innentől fogva az életünkben, ami akár ehhez a dátumhoz is köthető, tehát aznap átadtuk a támogatói falat, megnyitottuk az új galériánkat, és például pont ma az osztályfőnöki órák keretében az első kiállítónk, Meleg Noémi Napsugár fotográfus fog előadást tartani a megnyílt kiállításról a diákjainknak. Kik a leghíresebb IJ-es diákok, akik itt végeztek, és aztán később a tehetségük okán valami remek eredményt értek el? Vannak olyan diákjaink, akik például nagyon neves, a világ legnevesebb egyetemein tanulnak tovább, tehát ilyen például Kovács Ferenc Soma, ő a Harvardon tanul, vagy a Yale-en tanul Dörnyei Bendegúz volt diákunk. Tehát ők például ilyen szempontból komoly büszkeségeink, de van olyan kollégám, aki filmrendező és a Larry című filmet készítette, Bernát Szilárd. Vannak olyan volt diákjaink, akik egyetemi oktatók lettek, vagy éppen a Tudományos Akadémia tagjai. December 2-a a határideje az írásbeli vizsgákra való jelentkezésnek azok számára, akik a budaörsi IJ-s gimnáziumban folytatnák a tanulmányaikat. Benne Tünde igazgató, gondolom, hogy ennél azért több dátum is van, ami érinti azokat a középiskolába jelentkezőket, akik az IJ-sre vágynak. A december 2-a az nem csak az IJ-sben felvételi dolgozatot írni kívánóknak a jelentkezési határideje, hanem az egész országban központilag, tehát a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvételnek a jelentkezési határideje az a december 2-a. Ami még izgalmas dátum lehet így rövid távon, és nem szabad elmondani,
elmulasztani. Hogyha ez a jelentkezés megtörtént, akkor a kiválasztott intézményben január 18-án kell az írásbeli dolgozatot megírni matematikából, illetve magyar nyelvből. És a következő fontos dátum, február 20-ára már tudni fogják a jelentkezők, illetve a felvételi dolgozatot megírtak, hogy hogyan sikerült ez a dolgozat, és ez alapján kell végig gondolni azt, hogy mely intézménybe szeretnének jelentkezni. Tehát az intézménybe, vagyis az iskolába való jelentkezésnek a határideje a február 20-a. Természetesen van még egy csomó dátum, központilag kijelölt időpontokról van szó, vagy az Oktatási Hivatalnak a honlapján, vagy például az IES-nek a honlapján is a felvételi menüpont alatt megtalálhatók ezek. Ezek a bizonyos vizsgák, az írásbelikre gondolok, ezek standardek, vagy minden iskolában egységesek, vagy az adott iskola el tudja dönteni, hogy milyen prioritásokat tesz bele? Központi felvételi vizsgáról van szó, így van. Szóbelinél is? Azért nem tudok erről nyilatkozni, mert az IES-ben nincsen szóbeli vizsga. Jó, hát az látható a dátumokból, hogy nagyon téli szünetük, nyugodt téli szünetük nem lesz a diákoknak, ha komolyan veszik és készülni akarnak. Lehet egyébként erre készülni, vagy ha valakinek mondjuk 8 éven keresztül kellő motivációval megvolt a rákészülése, akkor az elég kell, hogy legyen egy ilyen felvételi teljesítéséhez. Ami nagyon fontos szerintem, és alap, hogy az elmúlt évek felvételi dolgozatait azt azért meg kellene nézni, illetve megoldani. De ezen kívül például egy hatosztályos felvételinél, de a 8. osztály utáni továbbtanuláshoz szükséges felvételi megíráshoz is érdemes további gyakorlást megvalósítani. Hány diákot tudnak felvenni, és lehet-e már arról valamilyen képet kapni, hogy hányan jelentkeznek? Tudomásom szerint az IES a régióban is egy nagyon népszerű iskola. A meghirdetett létszám a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünknél 30 fő, illetve 2x30 fő a nyelvi előkészítős osztályokban is, tehát a haladó, illetve kezdő német, illetve angol nyelvű osztályainkban. Erre a 90 helyre hány jelentkezőt várnak? Van-e már valami rálátás erre? Előző évek statisztikái alapján körülbelül 600 fő szokott jelentkezni. Matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell vizsgázni, esetleg történelem, tehát mire terjed ki ez a vizsga? A központi vizsga az matematikából, illetve magyar nyelvből van. Az IES maga is meghirdetett egyfajta felvételi előkészítőt. Ezek tehetséggondozó foglalkozások, és igen, október elején elindult a 9 alkalmas lehetőség már. Hozzá kell tennem, ugye nem csak a felvételi vizsgán elért eredmények számítanak a bejutásnál, hanem a hozott pontokat is, vagyis a korábbi években megszerzett jegyeket, osztályzatokat is figyelembe veszük, illetve beszámítjuk tulajdonképpen a felvételi eljárás során. Egyes vezető fővárosi gimnáziumokról tudok, hogy csak egyszerűen versenyistálónak nevezik, mert kiváló eredményeket érnek el az odajáró diákok, matek olimpián, ilyen-olyan tanulmányi versenyen, egyből fölveszik őket a választott egyetemre, csak éppen elvész az ember, hogy úgy mondjam. Nekem szimpatikusabb egy olyan iskola, ahol jó közösség is épül, ahol lehet garázszenekart csinálni, lehet iskolaújságot, színjátszókört. Az IES hol helyezkedik ebből a körben, mert mind a kettő fontos, a jó tanulmányi eredmény, és az, hogy 4 év alatt mivé, vagy 6 év alatt mivé formálódnak itt a diákok. Nálunk azt gondolom, hogy mind a kettő fontos. A HVG felvételi rangsorban azt emelném ki, hogy az egyfőre jutó átlagos felvételi pontszám alatt a 10. legeredményesebb középiskola az országban az IES, tehát a tanulmányi eredményeink is, illetve a felvételi pontszámaink is kiemelkedőek. Ugyanakkor a jó közösségi életről is híres az IES, és nagyon-nagyon szeretnek ide járni a diákok, hiszen rengeteg színes programmal várjuk őket. Arról lehet-e már tudni, hogy hány pontot kéne minimálisan elérni az idejelentkezőknek, hogy esélyük legyen? De aztán a létszám az magasabb, mint ahányat fel tudnak venni, akkor nyilván valamilyen szempontból van, akit elutasítanak. Ha trendeket nézünk, akkor egyrészt nagyon fontos leszögezni az, hogy mondjuk a tavalyi vagy a tavaly előtti év felvételi pontszáma az valamennyire orientál, de nem meghatározó, hiszen nagyon, nagyon erősen függ attól, hogy az adott évnek a felvételi dolgozata az milyen kompetenciákat mér és mennyire sikerül nehéznek. Tehát ezáltal nem tudok pontszámot mondani ilyen szempontból, hogy mi az, ami elég lesz
az ide való bekerüléshez. Az eddigi évek mutatói alapján jó esélye pályáznak felső oktatási intézménybe az IES-ben érettségizett diákok? Igen. Mondjuk, ha a tavalyi évfolyamot megnézzük, akkor körülbelül 3 vagy 4 diák nem tanult egyből tovább egyetemen, de itt sem elsősorban a sikertelen felvételi az ok, hanem valamiféle más rövidtávú életcél az, ami dominánsabb volt. Igen, az ország legjobb egyetemeire kerülnek be innen a diákok, illetve tanulnak tovább külföldön, hogyha ez a céljuk. Magyarán, akit az IES-be fölvesznek, és végigcsinálja, az már egy belépés. Ez egyértelműen így van. Hát akkor sikeres folytatást kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.